de hangsúlyozni kell, hogy az alapítás szent királyunk műve. Még 2020-ban hirdette meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és az Emberi Méltóság Tanácsa Egyesület a Szent István 2025 programot. 5 éves programsorozatot terveztek akkor az államalapítás 1025. évfordulójára történő előkészületként. A megfogalmazás szerint Szent István örökségére szeretnék irányítani a programokkal a figyelmet. A célja az az, hogy a Szent István örökségét ápoljuk. Ennek ez egy formája, hogy rendezvényeket szervezünk. A rendezvényeknek a tartalma az nyilván különböző lesz, lesznek kulturális, tudományos rendezvények. A magam részéről az olyan típusú rendezvényeket szeretem, mint amikről itt is beszéltem, hogy a hajdani 1000 éves tartalmat mai korra próbáljuk meg aktualizálni. A szerdai megállapodás aláírásával ehhez a programsorozathoz csatlakozott Székesfehérvár Szent István városaként. Szeretnénk együttműködni kulturális programokkal, jogi és politikai rendezvényekkel is, hiszen például a nagykirály külpolitikája, egyházszervező tevékenysége, vagy éppen törvényalkotó munkája, államszervező tevékenysége fontos, hogy mindenki számára ismerté váljék, hogy megtudják, hogy mit tett ez a király, amelynek azt köszönhetjük, hogy a magyar ma is él, és nem tűntünk el a Kárpát-medencében. A város közgyűlése június 24-i ülésén döntött úgy, hogy Székesfehérvár is csatlakozik a programsorozathoz, és közösen dolgozik a kezdeményezőkkel és a városban működő közösségekkel a programsorozat megvalósításán. Csak akkor fog működni, hogyha minél több alulról jövő kezdeményezés érkezik. Ez szerintem egy megelőző felkészülési időszakban lehet egy közös ötletelést, tehát a lehetőséget arra, hogy javaslatok érkezhessenek, utána pedig ez alapján szerintem lehet olyan pályázatokat kiírni, amire pedig pályamunkák érkezhetnek, és az legyen egy esemény, legyen ez rendezvény, legyen egy drámaíró pályázat. Nagyon sokféle ötlet lehet, amit utána pedig meg lehet valósítani. Ha azt szeretnénk, hogy széles társadalmi réteget érjünk el, akkor biztos, hogy ezekre a lépésekre és egyáltalán a közösség bevonására szükség lesz. Az együttműködési megállapodás aláírása után elhangzott, elképzelhető, hogy már idén sikerült tető aláhozni olyan rendezvényt, mely a Szent István 2025 programhoz szervesen illeszkedik.